Szervusztok, Vajda Szabolcs vagyok, a villamosámítási szakszolgálat vezetője. Néhány percben a felsőzdéket szeretném nektek bemutatni. A villamos járművek áramszedője szigeteletlen úgynevezett munkavezetékhez ér hozzá. Ezek a munkavezetékek úgy vannak elhelyezve, hogy a közúti járművek olyan magasságban vannak elhelyezve, hogy közúti járművek ne érhessenek hozzá. Névleges magassága a munkavezetéknek 5,8 méter. Nekünk is itt a mögöttem látható speciális járműre van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a munkavezetékeket karbantartsuk, illetve sérülés vagy hiba esetén a károkat ki tudjuk javítani. Köznyelvben ezek a járművek úgynevezett Shirling gépjárművek, ez csak egy ragadvány név, hivatalosan kétpályás tehergépjárművek, azért kétpályás, mert egyrészt a közúton is tud közlekedni, illetve hidrolika segítségével vaskeréken rá tud állni a villamos vágányra, bármelyik útátjáróban, és akkor villamos vasúti vágányon tudja folytatni az útját. Ezeknek a vezetése nagyon speciális, egyrészt kell hozzá C-típusú tehergépjármű engedély, hogy közúton vezesse az ember, másrészt amikor felállt a villamos vágányra, akkor mint egy vonat vagy villamos közlekedik, tehát az odaérvényes utasításokkal is tökéletesen tisztába kell lennie a járművezetőnek. Továbbá ez a jármű megkülönböztető jelzéssel, úgynevezett kék kilógóval van ellátva, hogy gyorsabban ki tudjon érni hiba esetén, ezért még speciális orvosi vizsgálatoknak is meg kell felelnie a kollégáknak, ezek az úgynevezett PAL-vizsgák. A BKV 3 különböző felsős csapatot állít folyamatosan hadrendben, a 300 km villamos felsővezetékhez és a bő 200 km trolli felsővezetékhez ez a három csapat ez feltétlenül szükséges is. Folyamatosan a nap 24 órájában vannak felsővezetékszerelő kollégák, akik ügyelnek, illetve éjszaka, éjfél és hajnal 4 között, amikor ki lehet kapcsolni a felsővezetéket, mert nem közlekedik semmilyen villamos jármű, akkor karban tartjuk is a rendszerünket. Éppen ezért, mivel feszültségmentes állapotban dolgozunk, a munkáknak a jelentős része ebben az éjszakai 12 és hajnal 4 közötti időpontban zajlik. Ha tetszett a vlogom, akkor keressétek a BKV többi videóját is. Do-dum.